Üdvözlöm a kedves nézőket! Mostani játékunk Supermarket Together, amit nem egyedül fogok játszani, hanem Andi barátommal együtt. Az elején van, hogy mégiscsak nem miből élünk. Mi? Játék. Bár sok terméket, több mint 47 ezer terméket tartanak a játék. Viszont ami lehet írni, azt beszéltük, hogy legyen a sport neve. ABC. Nem fér. Így lesz egybeírva. Difficulty 0, az passz. És privát játék lesz. Elvégre nem csatlakozni csak. Odakint szakad az eső. Remélem, hogy nem lesz még egy áramszünet, mert egy 10 perc volt. Hogy nem lenne egészséges. Hát 5000 pénzzel kezdünk. Unity-ba készült a játék. Tor zárlas. Vannak NPC-k. Nem nagyon hagyja meg azt a keresztül pétel rajtuk. Akkor vegyünk két produktot. Polcot. Két produkt fel. Ilyen két ilyen kell nekünk. Először. Oké. Ez mind szép és jó, de ezeket az utára rakjuk, gondolom. Coming soon to an asset store near, it's south. With Tyler's, and a 5 reklám. Társai. Post Travels. Fixed up. Ilyenek. Ebből bezárjuk. Azt mondja, hogy open. Ezt órót nem jutunk be. Meg ez a milyen elviekbe. Az irodához kapcsolatban. Akármit is fog, only cool people's allowed. Csak a király csávok vannak itt. Hát szóval én oldalról tudok bejönni. Oké, egy franchise pontot elérhet. Ezzel az alapdolgokat tudjuk kinyitni. A Basic Products egy év alatt a pasta penni, már tészkap, vízes üveg, egy víz, anékere az, szerintem édes műzli, rizs, tó és cukor. Itt szépen megy tovább. Vagy itt egy belső áradó gép, produktor, tehát supermarket rész, backboard. Igen, és akkor itt láthatjuk, hogy hova tudjuk upgrade-elni, és sokszor készült a tetőt venni, illetve akkor is készült a terét. Itt a három bejáratunk, és ez a rész van meg nekünk jelenleg. Na, az open. Tehát. Tehát, vannak áradó készítékek. Itt hova akarunk kiosztani. Ki akar tárolós, ki az a draktáros, ki akar pénztáros, és ki akar újra föltöltősödni.
Ez itt szerintem egy raktár. Akkor eddig maga a bordunk. Oké. Abban bekérjük a helyet, és ilyet rakjunk kettőt. Az első polc az... Ide megy oldalra. Remélem a Daniel nem rájtos. Ezzel le is raktuk. Jöhet mellé a következő. Szerencsére a villámlás dörgés nem hallatszik bele. Úgy. Megvan. Oké. De a kirakott tárok lesz értéke, és került ugyanúgy lerakni. Részmód. Próbáljuk újra. Talán így. Gondolom ide is lentre kell valami raktárt lerakni. Borisztel. Csak hogy jó legyen. Akkor azt... Jobb gombbal forgatjuk, ballal, oda, és rakhatjuk ezzel. Azt mellé. Közelebb. Illesztem. Le is rakva. Oké, akkor áru kellene szerintem. Van egy seprő. Balgomban fel tudjuk venni, de nincs mit használni vele. Efele lehet rakni, van fitikája, amivel felborul. Oké. Permanent opener. Bezárni nem lehet. Oké, nagyon nice. Isten felbasztuk, kinyitottuk a semmit. Elértékesítjük a semmit. Jó. Tehát akkor azt kedjük újra. És ki is dob a játék. Cool. Nincs valami ügyesen kitalálva még, de vegyük hozzá, hogy ingyenes játék beszélgetünk, szóval... Load Store. Jó. Privát Only Friend. Kíváncsi vagyok, hogy hol mentett. Úgy látom a 60 frame rate-ig végig. Üdv a szupermarket ködörbe. Van árnyékunk, szóval nem egy darab pap vagyunk, ez már eddig. Here the store is closed, time passes with probably the first step is some further just about the good. Ide nem tudok bemenni. Ide a kocska király emberek jöttek be. És ott egy elefánt. Innen tehet? Ki van még? Fel takarítani? Te? El akarod csorni a seprümet, vagy mi? És akkor V3 coming, ilyen robot. És itt folyamatosan változó reklámok, való reklámok, vagy képráló kijelző reklámok. Ez jó. Az, hogy az NPC-k átsértálnak rajtuk, hát az dolog. A shift-tel futunk és berohanunk ide. Lerakjuk be a két dolgot.
az egyiket. A másik mellé. Leszkés. A mellé placekit lehet áthelyezni. Nincs. Majdnem pontos, majdnem új. És akkor kell nekik ide. Self storage. Egy. És kettő. Oké. És akkor olyan helyre tudjuk lerakni, ami a menedzser irodához csatlakozik. Itt van közvetlen mögöttünk, úgyhogy ez a része adott. Itt. Ez itt a menedzser iroda. Oké. Like a product sell, the checkout and storage. Product stuff, bevettük kettőt, és ezt csak kintre rakhatod le, a story self-et meg csak ide. Oké, és akkor kell egy checkout is, ugye a kassa maga, amihez az elején még vége, az a vége. Okay. Van egy franchise-unk, felhasználni. Jó. Áll a játékot, vágunk egyet. A gépen keresztül átlak, és itt vagy, gyere ide, fordulj meg. Jelen. Szia. Na, itt is vagy, ez a bejáratunk errefele van. Itt találod a királycsávoknak a helyét, nem tudunk bemenni, még nem vagyunk királyok, de látod, van már bent egy királycsávó. Akkor én megfogtam a munkaeszköz főnök. Van még benne munkaeszköz. Gyere ide, bekérlek. Nem tudom, a tutoriál mit ér neked ott jobb fönt. De jobb fönt, mert... Budjabot? Ezt feldobod el. Ja, hogy a lila izé? Igen. Ja, hát az azt írja, hogy... Vegyél polcot. Nem. Akkor azt mondja, hogy good job. Top to open the builder. Most mondja, hogy good job. Ja, tappal tudsz idelni builderelni, ezt te feldobd el a seprűt, oké? Fel? Igen. Jó. Na. Szóval. Oké. Elfér. Itt van a területünk. Ennyit már észrevettem, ha ide jössz. Igen. Itt ez a három bejáratunk van, és ez a mi rész. Aha. Van két lockerünk, ebbe vagyunk a jobb felsőbe. A bal oldali van itt. Ide már leraktam kettő storage-et, amiben lehet pakolni. Meg ide leraktam egy kasszát, illetve kettő polcot. Aha. Akkor nekem itt áll a játék jelenleg, hogy van franchise pont, úgyhogy ott azt ki kell nyitnunk. Ez itt. Mivel a basic productsokat kinyit. És akkor itt a fejlődési fa. Elkaptiválva, oké. Első pak products, important to remember. Remélem ezt érje neked is a játék. Now go to the manager blackboard. Igen. Itt ezt írja? Igen, azt nem írtam még. Nem a... Ja, de ezt írja, oké. Okay. Introduce products order. Oké. Okay. Itt tudunk rendelni? Basics? Aha, itt tudunk rendelni, jó. Akkor rendelek mindenből egyet, mit tudod hozzá.
Igen, főnök. Jó. Akkor a díj $242. Új. Great, káva, outside the looking for you. Kint vannak tabartok, nem van X-tával be lehet várni, jó? Ezt itt véletlen se nyom meg. Kinyitod a shopot és nem lehet bezárni, és elkezd kettelni az időt. Főnök. 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 Mondja főnök. Nem. Főnök, számomra ez már unalmas, elmondtam. Oké. Okay. Nem. Főnök, ezt tudja, hogy kell csinálni. Főnök, elmondok. Oké. Okay. És... csak. Hey. Hey. Mondtál, nem? Hey. Civilt is lehet ütni. Na. A barátnőmet hagyd békén. Tessék, ott a sebb. Na, hogy hova jön az áru? Ide főnök, itt. Ott az áru, oké. Okay. Kapjál meg, milyen? Aha, szóval ilyen? Kívülről viccesebb. Így úgy tűnik, mint a söprűt használnám, de amúgy főnök még egyszer megüti a barátnőmet. Amúgy meg mi az, hogy főnök? Ha nem a főnököm. Elmondtam. Na jó. Akkor ezeket vigyük be. Így ingyen dolgozó. Falgomban rakjuk oda ki. Sokkal jobb, mint az alapjátékban lévő cucc. Milyen alapjátékban lévő? Hát ugye van ennek, ugye, hát, tehát hogy ez az alapjáték, mármint hogy ez a... Ha úgy nézzük, ez egy DLC az alapjátékhoz, nem? Nem. Ez egy önálló játék, semmi köze a Supermarket Simulatorhoz. Ja, én ez csak ugyanazt a nevet használja, hát a Supermarket Simulator ehhez képest az ég és föld. Csak hát egymás máshoz. Na és akkor most helyen kell... Van. Oké. Okay. Kell töltenünk az árukat, és ezt fel tudjuk eldobni. Hogy ez nem ugyanaz a fejlettük? Nem. Szerintem nem. Nekem az volt a tippem. Ó, egy kattintásra csak pár darabot rak ki. Oké. Okay. És nincs teli a polc vele. Hm. És akkor... jobb gombbal lehet visszavenni a dobozba. Oké. Okay. F-fel el lehet dobni. Nem tudom, hogy az üressel mit tegyük. Az... hát szerintem az mehet, nem? Valószínű. Jó, mert már be vannak áradva a dolgok. Ebből lesz akkor itt a 36-at elejtett. Viszont ezt ki kéne dobni, nem? Majd kiderül, hát pakoljuk ki, amint van. Úgy értem, amiben már nincs. Hát ha látsz helyet neki, akkor hajrá. Á, kuka? Igen, a kukába ki lehet dobni. Verült, de kuka. Itt? Tudom, hogy nem feltűnő. Megvan. De hogyan? Oké. Okay. Szerintem az a dolgunk, hogy feltöltjük az árut. Megadtam a market névnek, mikor kérte az elején, hogy részmunkaidősök ABC, egybeírva, mert nem fért el több helyen. Nem volt elég több karakter. Ettől függetlenül Supermarket néven fut. Hát lehet, hogy majd kicsit nyitunk, aztán majd. Jó van? Na, oda vagy, hogy gyermek te. Hm? Bocsánat, főnök. Jó, hogy feljött. Oké, okay, producer placed, but initial label cost price means benefit. Go to manager room and take one
device. Oké. Okay. Van itt egy ilyen kis eszköd, ezt föl lehet venni. És akkor célod be a bort, a polcot. Aim at the shaft. Shaft. The product pricing information with upload the device can meglátja a dárat. If the price surprise for the double the product price. Blablabla. Jó, fordítsa a főnök. $1 és 2 a magasabb, akkor nem veszik meg. Az ide jövök, és azt mondom, hogy hely. Oké. Görgővel lehet fölhúzni az árakat. Egy nyomva tartva pedig jóval többet. Oké. 1.53 lesz a tej. Aj, főnök, a tutoriát most nekem is meg kell csinálni. Milyen tutoriát? Hát a doboz eset. Nem tudom, mire gondolsz? Hát, hogy nekem is meg kellett rendelnem az árut. Oké. Okay. Szóval egy kis időt kérek. Jó. Különben harapok. Price product cost $1, then set your price higher than $8, consequently, price set price of product. Oké, szóval akkor $1-nál több hasznunk nem lehet. Persze. Ja, hát nekem az is jó, mert $1 akkor a... Nem. Oké, okay, elvel lehet. Többre pörgetni. Oké. Okay. Figyelj, ha több árunk lesz, annyira nem baj az. Szerintem nem baj, ha neked is meg kellett venni a árut. Kipakolod, az lesz. Egy nyomva tartva és görgővel tud nagyobb értéket növelni rajta. Oké, okay, ez megvan. Kész a megnyitáshoz, a szolgált ki, zöld gombbal a írd meg az időt, először pontot felolvasnak, minden szerdán, Thursday, over inflation increase or some products, as the review price. Egy csütörtök, nem tudok. Tessék? Egy csütörtök. Ja, csütörtök a Thursday, oké. Okay. Igen, már Wednesday a szerdán. Minden üres doboz. Tessék? Semmi baj, főnök. Oké, főnök. Szegény nézők nem tudják ki a főnök, de mindenki, hogy te, de attól meg a főnök, főnök. A főnök. De 8 nap jönnek. A tívz az mi? Mint tolvajok? Temetesek. Hátba kell őket vágni, ha lopnak. Igen, igen. Pontosan? Nincsen. Akkor... Akkor milyen nyugja, hogy minden... ütörtökön van infláció növekedése néhány terméken, és... Ja, hogy fölül kell bírálni az árakat, az lehet minden csütörtökön drágábban adni mindent, vagy akkor van akció. Hogy igazából ez függ attól, hogy olcsóbb lesz, vagy drágább, és hogy aképpen kell meghatározni az árakat. Erre akkor csak a piac változik. Az egyszerű infláció követés. Jó. Uh-huh. Okay. A drágább lesz, akkor nekünk is emelni kell. Hát vagy kisebb a hasznunk rajta, vagy bukóba vágjuk. Uh-huh. Cool. Na főnök. You can place light decoration with the tablet in item manager room. Akkor lehet még építeni a helyet. Uh-huh. More players than more difficulty. Try hitting players with the broom. Próbáld megütni a játékosokat a keprűvel. Oké. Okay. Csat. Oké. Okay. F-fel el tudunk dobni bármikor bármit. Például itt a dáradót is el tudjuk
dobni. Hát ja, ledobtad a földre. Hát már nem tudtam máshova. Biztos. Ez se hagyja. Azt hittem, hogy legalább ad valami expert, de nem. Mi ez a lopókapu? Hogy tudtad te oda bedobni? Nézd főnök. Hát nem. Nem így. Megfogom, feljebb nézek itt a gomb és az asztal között, hogy ott állok, tesz. De én is azt csináltam. Hogy mindegy, nem osz, nem szorod. Jól látom, lett egy csomó árunk. Most meg kell nyitni, gondolom. Akarsz kasszás lenni? Igen, igen, igen. Akkor beírlak kasszást. Valakinek tudni is kell. Kassier, van. Nem lehet. Hogy még nincs alkalmad. Jó, nyithatom? Vagy akarunk még... Nyisd az már. Supermarket. Gyere, itt a neve. Nem látom. Ja, hogy tudom én is változtatni. Rész. Ezt te csinálod, te vagy a főnök. Á. Sangenám. Oké. Én kerestem az a dekorációk, illetve el kéne tutoriális, mert akartam. Test. Én nem tudom. Rányomtam. Nem tűnt el. Na most tűnik el. Ja. Ja, akkor beállok a kasszába főnök. Oké. Okay. De szépen lesz. Részmunka, idő, sok. ABC. Elfoglal ők a teljes szélesség. De hát és már van egy vevőnk. Hol a söprűhárba vágni? Csókolom, csókolom. Csókolom. De miért nem lehetok beszélni veled, barátom? Na mindegy. Elvett valamit. Túl drága? Mi az, hogy túl drága? Hülye vagy? Húzzálin. Mi az, hogy túl drága? Hit me harder, baby, azt mondja! Ez hülye! Micsoda? Azt mondta, hit me harder, baby! 1664. Ő is azt mondja, hogy drága. Mi az, hogy drága? Nem drága! 1660. Föltartok. Hé! És hogy tudom azt mondani, hogy jó? Meggondolom zölddel. Na, főnök. Vagy F. Nem tudok állítgatni, hogy mennyi legyen. Hát most 1664-nél vagyok, annyit kell visszaadnom. Nem, 33-at kell. 33, 36-ot. Kaptál $50, és 1664-et fizettél, igen. Annyi pénzt vegyek ki, amennyi kell. Sokat adtam, nem mindegy. Mi az, hogy sokat adtál, deal? 245. Hát addig ütöm, míg vissza nem adja a pénzt. Főnök, főnök. De most már értem, főnök, vagy már nyugodjon meg. Nyugodt vagyok. Főnök. 0,76. Ha. Jó. Nem lehet felkapni. Pedig nekem kéne az a kopás kapu. Jó, kicsit akciódok.
95 cent lesz mindenen. Nem főnök. Maximum 80 cent hatunknak kéne lennie szerintem. Mert 1 dollár fölött hisztiznek, nem? Hát jó. Profitáljuk a maximumot. Vagy maximalizáljuk a profitot. Oké. Lejjebb húztam, így már is itt a hisztítő vásárló, hogy drágák vagyunk. Oké. És akkor... Ja, hogy az itt lévő tabletek a dekoráció. Oké. Tűnjetek már meg! Jaj, Nándi, lásd, kivel van dolgod. Ennyi. De mi rossz nekem 50-et? Hát te vagy a kasszás bács. Lányom vagytok most már komolyan. Ja, amúgy ebbe igazad van, hogy nem a... Oké. Tehát, hogy érződik, hogy égésföld a játék. Ez nem tudom mi. Ja, kaptál. Kapsz egy ilyet is. Na nő. Így. $200 elbasztom a tévére. Még jó, hogy megkerestem. Hát konkrétan neked basztam fel ezt a pénzt. Ide raktam neked egy tévét, hogy tud nézni a DB-t, meg a VB-t, meg a női kézilabdát, meg a mindent, miközben dolgozol. Hát de főnök, egész a filmik vásárlok. Nem működik. Ó, van közte időd. Fölkapom a nevelőeszközt, azt csat. Mit szólsz hozzá? Persze jön, már megcsapják, és egyből az vagy, hogy hit me harder, baby. Éppen vásároljam, mert elveszem. De hogy azt mondd, hogy drága, mert rácsódok. Ó, veszik a termékeket rendesen. Önök? Igen? Figyeljen már oda. Azt csinálom, mi a baj? Nem értem. Én ettől a játéktól azt vártam, hogy izé. Itt vártál. Így nem tudok itt adni. Na hát, túl sok volt a mai munka mára neked, ahogy látom. Hát, jó. Istenem. Van 6,68. 6,6. Hányan vagytok? Ha összes, meg itt csak 3/4 van. És level 1-esek vagyunk. Közben én szépen töltöm fölfele a dolgokat. Miért kell neki seprő? Ja, azt hitte, hogy rácsapok a vásárlóra, oké. Okay. Víz!
kell egy kasztás, én ezt már nem bírom. Ha level 2-k lettünk, ne add föl. Jó. Még ezt nem hajnal egy kör. 4 kör után csinálom ezt a játékot, lehet meg jó is lenne. Hát... Valamit valamiért. Elég. Én azt hittem, hogy a főnök azt fogja mondani, hogy nem jó, mégse jó neki, nem ér rá. Hát... 38 perc megy a felvétel. Mi az, hogy too expensive? Hát, én vagy összerakva. Gondold át ezt újra. Kérem a... Ne ütögess a hogy vásárlókat. Ott a sor, hova álltál te? Na, ott a sor. Te meg szépen álljál a sor. Mi az, hogy túl drága? Hát azt mondják, hogy drágák vagyunk, közben nem. Őnök miért ütögeti a vásárlót? Mert hazudnak. Reggel délben meg este. De van főnök. Na. Tölte a citromos te, a fekete te, a peppermint, mint és valerina, vagy kenek. Nem is kenek ezek, hát sajtok, emmentáli, uraja csíz, kimet csíz, fruit jobb, vanília jobb, képben. Azokat tudjuk nyitni. Csak már jó munkádnak eredménye van, hogy fejlődünk, kérlek szépen, fejlődünk. Hát ez is csak nekem köszönhető, tudom. Hát? Akkor... Egyszer... Hogy legyen... Mert az is fontos. Egyébként egyetlen archívment van a játékban, hogy érj el 1 billiárdot. 1 millió, te nem baj. Akkor 1 milliót. Hát az 1 millióhoz gyorsan haladunk. És csak 1,1%-a a játékosoknak van meg ez az archív. Mi az, hogy gyorsan haladunk? Hát már egy csomó panlit összeszedtél ma, meg szintet léptük már meg minden. 12-13 dollárokat vagynak ott nálad. Nem győzöm elkölteni a pénzünket, azt még mindig van. Egy tévét is kaptál, hát... Nem csodálatos? Nem. Viszont úgy látom, hogy itt nem férnek el ketten. Ezért nem mernek arra menni. Ez fizetés nélkül távozott? Dehogy is, senki nem távozik. Hát kiment a sorból. Jó, mit szeretnél upgrade-elni? Törteákat? Vagy joghurtokat és sajtokat? Szerintem joghurtok és sajtok. Jó, megtörtént. Akkor... Iari produkt. Jó, drágák. Hát azt nem látom belőle, hogy van ebben tele neki hű. Dobodos. Original. Hát igen, ez már dupla annyiba kerül. Minden, amit megkérdezik, az bűnök. Lehet álljön. Nézzük itt. De. Vagy az túl kelleni. Oké. Végre. Alig vagytok. Oké. Okay. Jó, vagyjátok, ti honnan spanoltok be? Az utcáról. És te is, hogyha már itt vagy, akkor miért csak ennyit vásárolsz? Ennyi. Hát egy terméket. Milyen egy terméket? Most
valaki csak egy terméket vásárolt. De hogy a Pistikére szóltál rá most, a vevőre, hát hadd vegyen egy terméket. Hát. Nem. Ha érdekeltek. Jó, de több nem fér ki. Le kell áradni. Elgörgővel. Tessék, rajta 80 centünk lesz. Rajta is csak 80 lesz. Jöhet a következő. És remélem az nem lesz copyrightos a játék. Főnök? Ja? A vásárlók keresik a termékeket. Főnök, be kéne zárnunk. Este 10 óra van. Hát zárjál be. Okay. Főnök, ön zárjon be, mert én nem tudok elmozdulni, annyi vendég van. Bedártunk. Jó. Akkor legalább én is látom, hogy mit kéne haladni, hogy kéne fejlődni. Én is tudok okoskodni, mit, hogy kéne... Szia! Szia! Lekta a feleségem? Az igen. Szemre való kis csajszi vagy. És már a randidás. Még el se kezdett dolgozni, már az első munkanapján a saját szupermarketjébe csajozni. Ez hát. A saját, ez a főnöké. Ne, ki van írva, hogy a munka, részmunkaidősöké. Az mindenki. A tejnek nem kell hűtő. Ja, hát ugye itt rövettük, hogy 100 dollárral többet adtam neked. Reméljük, nem. Nem. De amúgy, hova mész? elmegy! Pedig 100 dollárral többet adtam neki. Szóval fizettél neki valamiért, amit meg se kaptál, és beállsz a képernyő elé, hogy ne tudjam föltölteni az árat. Képzelj el, valahogy nem éri meg. Képzelj el, főnök, észrevettem, hogy éppen a játékban, tudja, mit lehet csinálni? Túl sokat visszaadni. Én azt hittem, hogy nem lehet, hogy nem szól a játék, de hát nem szólt rám. Hát... És még a csajt sem tudtam föltetni. Hát kellemetlen tények közé tartott üdvösségi állítás, hogy... Pip. Tessék, arrább raktam a passzádat. Be vannak áradva 80 töbletre a hűtőbe lévők. Jó van, jó. Abba még kellenek áruk. Oké. Okay. Nem teljes a polcunk. Kell még áru. Nem, csak elfogyott. Főnök. Zavarom. Főnök, túl sok sört. Főnök, túl sok sört ittem. Oké. Okay. Főnök, most nem szeret engem? Miért kéne, hogy ne szeresse-le? Főnök, miért pakol két ugyanolyan egyformárút két külön polcra? Nem megteltem. És mert elbaszt. Azért nem tudom, mi hiányzik onnan. Azért nagy jellem ez a főnök, hogy beismeri, hogy elbaszta. Viccénk van. Azért föltölthetnénk teljesen, hogy... Ja. Azon vagyok. Van, amiben ugyebár nem megy ki minden.
Nem tudom, melyik áru hiányzik onnan, ami elfogy. Ne hülye főnök. Vagy csak rövid távon memóriája. Elmondható, hogy produktív nap volt. Csináltál $100 minusz elmondásod alapján, miközben amúgy... Megvan a főnök. Az hiányzott? Cool. Akkor rendelhetsz árut. Persze, rendelek. Szóval miközben kapott egy $200 tévét, amit nem használ ki, mert be se lehet kapcsolni, és át is állunk rajta. Én azt mondom, hogy mindenből rendelek még egyet. Hogy legyen. Okay. És kell egy cashiert, mi? Ja. Nem tudunk cashiert felvenni. Mi az, hogy nem? Hát hiába van ott, nincsen employee még. Szerintem az valamelyik perk fogja adni, aha, ott fönt. Employee van. Majd a pián túl. Ah. Így el tudnám nézni, hogy így nem csinálok semmit, hogyha már tényleg van egy saját boltom, nem értem, hogy minek kell dolgoznom. Hát ez meg csak az eleje a saját boltodnak, úgyhogy kell a munka. Jó, de nem részegen fogok dolgozni, főnök. I mean, gyerekek, ne ígyatok. Főnök! Látta bal felül, hogy mennyi pénzünk maradt? 666, igen. Egész 24. Egész konkrét legyen. Főnök! Megidéztem a sátán. Nem, mert 24 centtel többre. 24 cent hiányzik a sátánnek. Nem. Az az, hogy nem férek el. Hú, főnök, ez nem volt szép öntől. Ez csak tény volt. Nem, főnök, most megbántotta az érzéseimet. Oké. Okay. Ja, és feltakarított? Mit? Koszos a padló. Hol? Itt. Itt csapkod. Eltüntetem a mocskot. Összesen. Lassú vagy. A főnökkel nem bír. Nem van főnök. Jó van, én ezt leteszem ide. Van itt valami. Mikor tudjuk megszerezni ezt a perket, főnök? Hát majd, ha dolgozunk tovább, és nem csak lufákot. Mi a szőröm? Sok-sok pénzt keresenek. Hát én sok pénzt keresem. De észre idős, kb. Még kéne pakolni. Ja, még kéne pakolni. Mert még lehet, főnök. Csak hogy legyen a raktárba. Ugrani tudunk, ugolni nem. Amúgy. Ebből az üdítőből nagyon sok kipérkőnök. Addig oké. Okay. Ebből is kipért egy pár darab. Jézusom. És remélem nem romlik. Nem is tudom, mi ez a izé. De hogy... Jézus, úristen! Mi van? Hát ő nagyon sok kifér. Mi vettél vissza egy csomó árut? Hogy átlegyem a másik bolt, hogy megnézzem, mennyi fér ki. Nagyon sok fér ki. Hát most tudja főnök, én most azon dolgozom, hogy ha én a vásárlókolás, hogy sok termékünk van. A két kibaszott polcon. Jó, csak hogy bejönnek, és akkor látják, hogy izé van itt. Itt jó élet van. Itt mindent megkaphatnak, amit szeretnének. Tessék, föl van töltve a víz. Nagyon.
Oké, a rizs is. És mit vettél el onnan? A rizst. A tej megvan. Tej sajnos. Tej hiánya. A tészta az úgy jó. Az tészta? Ez a panzáti, ez tészta szerintem. Hát a pasta penne az ad. Aha, ez nem tudom, ilyen só. Aha, tej, joghurt. Jó van, én azt mondom, hogy nyissunk ki. Vársz meg egy kicsit. Mondtad, hogy kevés a tej, úgyhogy hoztam tejet. Só is kevés. Á, Istenem. Ki az fogom van? Igazából, de a... Víz. Kész. Meg vagyok a sóval, ja. És eddig sem. Oké. Okay. Ott van fent a hely neki. Zsír? Akkor meg vagyunk, akkor. És mi hiányzik innen? Mit vettél el a középső polcra? A sót. Hát akkor rak ki. Hát de minek? Hülyén néz ki, hogyha... Hogy eladható legyen, le. Hát. Hát... Jó, legyen eladható, de bármi más is eladható lehet. Hát azért vettünk mindegyik termékbe, hogy mindegyiket áruljuk. Jó. Amúgy én nem tudom kiírni a boltot. Csak a főnök tudja. Hát miért rányomsz egy E-t? Vagy balgom. Tessék, end of world day van. Igen, 66 vásárlót szál szolgáltak ki, 6-an nem találtak valamit, 2 kurva drága volt, már bocsánat. 216 akármi, 2000 dollár mínuszban vagyunk. Igen, azért, mert csomót rendeltünk. Jó. A mai kasszádok. Hátod a bótot. Ez az. Ja, mert hogy Super ez 10.30-ig... Open. Ja, hogy ez 10.30-ig van így alapból. Aha. Na, ős fel az árut addig, hogy legyen mit eladni. Az árakat nézd meg, hogy nagyjából 95 és 80 cent között vannak. De mondja meg, mit csináljak. Értettem fönn. Euróba, dollárba mindenben vannak a dáruk. Ne, hogy már nyúl, vigye a puskát, érted? Hogy lehet 60. Azt mondani egy árura, hogy akkor ennyit szeretnék? Hát bármint hogy érted, hogy ennyit szeretnék? Ja, megvan, megvan főnök. É. Csak már, hogy én ugye vannak dolgok, amiket így jobban... Azt mondom, hogy jó. Tessék, most nem jössz csajolni, miközben hárman is. Hát, főnök, nem tudok, mert az a baj, hogy én odaadnám nekik az összes profitunkat ma, összes mai profitunkat. Miért ilyen szar az egér görgőm? Igazolta, de minek meg kellett volna vennem azt az új egeret. Hát, sose tanul. Igen. Na, valaki azt hiszi, hogy mi vagyunk a kasszaváltók. Tudok olyat, hogy... Á, tudok, hogy egész.
Jó. Jó sok tételt vesznek. Ezt itt nem tudok vesztőt tenni. Fél akarsz vesztőt tenni? Vagy centenként görgetsz földfele, vagy az egy nyomva tartva 20 centenként? Hogy mire gondol? Ah, igazad van, főnök, köszönöm. É. Mindenki nagy címlettel függ. Oké. És nem engedi átcseszni a vásárlót. Mármint? Nem tudok többet levonni a kártyájáról, mint amennyit fizetnie kell. Hát hál' Istennek. Nem hál' Istennek, hát olyan váltásokat kérnek a fene. Oké. Ó, lehet a szám billentyűzeten is írni. Azt tudom. Mi fogyott ki? Harm. 4 egész. 30. Szép sorba jönnek, mint a libák. Az a libák. Egész, tehát egy enter, a jobb oldali enterre reagál is. 39 egész. Lehet, hogy föl kéne vinnünk én 1000 dollárra, tessék oda jobbra nézni a árakat. Kicsit fölpörögjön a pénzünk. Itt ugye igazából szerintem az a lényeg, hogy minél több árut adjunk fel, és akkor úgy fog a vásárlók is minél többet venni. Hát figyelj, vásárlónként van... Bár cirka 12 dollárokat költenek átlagba, hogyha az árak most jó. Hogy, és egy ilyen 50-60-70 ember lesz, akit kell szolgálni. Hogy az azért nem kevés profit, nem kevés pénz, viszont ettől függetlenül lassan halad. Azt mondta egy-két árúra, hogy túl drága. Az nem baj, hogy ezt mondják, megveszik. De a sóra így is azt mondom, hogy lejjebb vittem az árakat. Mert mi vitted? Mennyire vitted le? Nem sokkal, egy 10 centtel. Azért mondom, hogy még így hát, is drágább. Figyelj, ha 80 centünk van rajta, már ad előny. Ne felejtsd, hogy számlát még nem fizettünk. És valószínűleg az is van benne. Tóth rágálják, ja. Na. Akkor vidd fel 100 dollárra. Ez van. A show mindig is drága játékos. Én nem. Mit csinálok ilyeneket? Egész. Hát csak a sót regelták. Hát mit te? Harminc, kilenc. Egész.
Okay. Harm. Öt. Egész. Három. Ja, azt hattam észre, hogy mindig lesz, aki panaszkodik az árak miatt. Nem, hogy jól megvegy. Pedig van az a seprőfő bekészítve ott. Nem, én csak arra jöttem rá, hogy igazából nem kell ez... Persze, hogy érdekeljen, hogy ki miért panaszkodik az áruk miatt. Hát, azért... Meg kell fogni, azt ki kell fizetni. Körülbelül. Mondtam, hogy vidd fel 100 dollárra a sót. Egy dollárról? 100 dollárra. Ez már az ízé lenne. Nem mondom, mindenki, hogy csak a sót rágálják. Hát pedig a só a legnagyobb kint. Hát tud. Ja, de hogyha megnézed a boltokba... Ott is ha. Az. Milyen mennyiségbe fogy, ugyebár? Tiszta. Hát én nem tudom. Valé, mert kíváncsi vagyok, hogy van-e olyan bug a játékban, hogy felviszik a terméknek az árát. Hát megpróbálhatom most, hogy minden 10 dollár körül árulok. És azt mondom a sóra, hogy 10 dollár. 10. Hát nem tudok 10 dollárért árulni a sót. Hát? Valami nem fogadja be, ha azt mondom neki, hogy 10. Hát tehát akkor 99 felett. Még azt mondom neki, hogy ezért... 44 felett. Vissza! Még azt mondom 7 dollár. Úgy is veszik-e. Oké, okay. Ez is. Ha vannak? Valaki veszi most a sót, főnök? Nem tudom. Majd kiderül, hogy jó sokat hagy itt. Azaz a zöld ugye tudja. Nem szegyed. Hát milyen zöld? Ez. Az van ráírva, hogy lent vagy fent? Hát itt pasztát látok. Joghurtot, sajtot. Nincs itt. És így is 20,72-t itt vagy. Hát jó. Hát a sót azt nem veszük, jó. Hát lehet, hogy igen, itt... Hoppá, 1041 dollár a 10,41 helyet. Nem ha lehet. Ha bevették volna. Nem veszik a sót, ja. Akkor tartsd meg az 1 dollár alatti árkülönbséget. Az, hogy csipognak el, hogy sokkal ne foglalkozz. Azért raktam 0,95-re őket egyébként. Az újakat, a hűtötteket pedig 0,85-re. Vegyés 80-ra, nem is 85-re. Nem is tudom már mennyibe kerül egy kiló só itthon. Az mindegy, hogy itt... Játék. Euróba és forintban van egyszerre, meg fontban, meg mindenbe kivírva az ár. Jó, sem is veszik. A kijelző jobb felső sarkában euró van, bal lent meg dollárba számol. A kasszán is. A joghurt nagyon megy. Azt nem csodálom. Az igen. Ki is fogunk fogyni belőle.
Hát már ezer dollár fölött vagyunk megint. Ja, úgy, hogy a jó kulcs elfogyott. Egész. Kilenc. Két. Oké. Okay. Lehet, hogy az is fejlesztés lesz jövőben, hogy ja, jól láttam, most vettek egy sót. Valami zöldhen kereszt. Zöld zacsicsot. Amúgy, hogy levittem az árát, azért vegyék is. De mennyire? Egy dollár öt cent. És mennyi évesz? Mindjárt megnézem. Hát ráönnél az árlédet. Ide dobtam egy árnédet, azt innen elvette? E igen, mert útban volt. Hát ott nincs útban. 45 cent. Ja, akkor van rajta. Van rajta, csak. Ha most úgy néz ki, veszünk. Oké, ez is van. Megint lemaradt a vesző. Nem tudom, hogy mit lenne furább, ha engedélyen az 1087 dollár levonását a kártyájáról. Hogy azt kell szó nélkül kifizetni annyit a termékért. Érdekesek ezek a zenék, remélem, hogy rájtottak. Egy zenék. Nekem megy zene a háttérbe. Ja, nekem is. Hát azt nem hiszem, hogy az lenne. Bár a fene hát se tudja. Elég soknál van bent ez, hogy azt hiszük, hogy nem azt, aztán mégis hívás van utána a YouTube-on vele. Bár te premium streamerként téged nem érint, mert mindenre is megveszed a jogokat. Én tartítom. Fog rá a rendszer. Itt ezt nem értem, főnök. Mindegy, majd ha nagy leszel, megért. Mármint, hogy premium streamerként. Nem vagy premium streamer. Bizony, itt be. Anélkül streamerné híresebb vagy, mint. Ja, elértük a lestét. Azért, mert van YouTube Premiumom? Nem. Elértük a decskét, tudom. Ja, akkor beszolgáltattam a napot. És hármas szükség lettünk. Soda drink. És employee-t meg holnap akkor fel tudjuk venni, ha csomagban. Viszont kellene ilyen. Hely. Azt nem tudom, hogy kell. Mi a sugar? Az a cukor. Tessén. Kell még íz is, ugye? Kell még egy hűtő szerintem. Az a baj a hűtővel, hogy a kicsi kicsi, a nagy az meg drága. Nem de tudom, hogy fagyasztó kele. Fagyasztó, nem tudom. Na, mi hiányzik nekem? Tej kell nekem. Ja. Tessék. Tej. Ezt is leraktam, és nem maradt pénz. És még tejet is vettem, basszus. És most megnyitottuk a következő soda drinkek menüt. Kóla. Meg az a, az a mi? Cukormentes. Hola. Új. És akkor most jön a kifarmolás dolga. Mit vettél? Anit. Abban is legyen raktárom, meg minden. Ja, honey is vagy. Oké, okay, most raktam premium dolgokat.
Okay. Igen, ikef szóda, sugar free. Aha, hogy a battle, szerintem a battle-kért kell fizetni. Ja, igen. Bármint? Nem, hogy ezek az üvegeket kell hűtőbe tenni. Hallod? Miért mentél mínuszba a rizssel? Mínuszba? Igen. 1.45-én veszük és 1.35-ért árultad. Tényleg? Nem rémlik. Hát most állítottam át. Lehet, hogy nem ismerem a számokat. Hát lehet. Azért vették ennyire a rizst, mert hogy 10 centet fizettünk rá minden egyes darabra. Hát, nyitási akció főnök. Törődöm a marketinggel, tudja? Oké. Okay. Főnökkel ellentétben. Vicce. Baj, vannak, amine ezt is ki van rakva nulla kedvedmény. Jó, nekem már 1 dollárokat vagyok, mert fölkopik az állunk tömbben. Nem ilyen vissza, semmi, aztán 78 dollárunk van meg, 49. Zárjuk a napot. Zárjuk. $3, bérleti díj $15, egyéb mínusz 900 ezer, akármilyen kosztba vagyunk. Oké. Okay. Van valami olyan kiírásunk, amit nem mutat a játék. Amúgy zárójelben megjegyzem. Lehet, hogy tartozunk a banknak, vagy valami. Hát, nem szólt róla a fáma. Én azt mondom, hogy... Elmegyek, bejövök a kasszába, és nyomjuk. Hát, remélem mindenkinek adni. Lehet, hogy nem kellett volna annak a csajnak $100 többet adnom. Hát, csak te tudhatod, mi a valós belül. Úgy kéne egy repontot kiraknunk. Szerintem akkor menne a bolt. Igen, csajszi. Hallod, menj vissza a kasszába. Nem most csajozzál $100. Jó, de én oda vagyok a vörös nőkért. Akkor is. Ez csak digitális. És már $100 sincs, hogy odaad neki. És nem talál kólaüveget. Hallod, te hülye vagy? Itt van oda. Mi? Meg szóda. Nem te vevőnek mondom. És a show szerinted drága. De nem el, hogy 36. Na, megint gondolkodok a számokkal. Tök mindegy. Ladni nem tudok. De. $100 behoztam a kasszába, eladtam a tévét, amit nem érdemeltél meg, és nem néztél. Féláron buktuk. Olyan főnökkel, aki tévét vett volna. Úgyis, hogy már 2.30-nál járunk. Hát mert $100 rátoltam. Feladással. Jó lenne, ha majd
Szóval takarítani nem tudunk, de vásárlót tudunk ütlegelni. Hát én ütlegeld a vásárlót. Ki ütlegelem csak a boltból. Meg az utcán is egy kicsit megcsapkodom még. Őnek, viselkedjem el. Viselkedek. Olyan brékeket lenyom, ahogy illik. Őnek. Ön mondja ez nekem, be se jött, már le van csapva. Főnök mondja nekem, hogy így úgy fiatal vagyok, meg majd már rájövök a dolgokra. Hát, ha tudnád, akkor a jó vevő csapkodva van. És azt mondta a vörös hajó itt, hogy üssem keményebben. Most meg már rendőrért kiállt. Na jó. Jaj, főnök. Óvodás meg a főnök. Ja, hogy egy játék. Ez a mostik BTK-t írtaná, hogy egyszer a főnök miatt izé nem jutottam el a Pólus Centerbe. Gyere vonattal, jó lesz. Jó is volt. Késett is bevonat. Hát, mondhatnám, hogy te végetted volt leszen az, hogy miattad nem ért oda senki sehova, mi se haza. De hát, nem mondok ilyet. Ez nem az én hibám volt, főnök. Ennyi, viszont az én hibám volt az, hogy késett a vonat és nem jötted által, te nem jutottál el a Pólus Centerbe időben. Nem, csak hogy ahogy én mentem volna, az gyorsabb lett volna. Ha a világ azt csinálta volna, kell, úgy működtek volna a vonatok, ahogy kellett volna, ahogy nem működnek azóta se sajnos, akkor gyorsabb metódus lett volna az, mellette egy kilóra kiesésed van azzal, mint bársz a vonatra van. Helyette plusz egy 50 percet vártál, csak azért, mert Welcome to Hungary. Azért, mert a főnök hibája. Ennyi. 86-os állam, ez is az én hibám volt. Nem, hanem az, hogy engedhetett volna, hogy metróval menjek a Pólus Centerbe. Nem akartam, hogy egy klímátlan járművel utat. Ilyenünk miért nincs kirakva? Micsoda? De azt nem ide kell rakni. A 400 dollár van, főnök. Azért tud az alkalmazott. Hát, miért tartani? Nem találsz prémium szódát, mert még nincs. De mindjárt lesz. Látom, a kumpliknak minden kell. Már rendelhet a főnök. Ennyit a mai haszonról. Fizetés majd akkor kapsz, hogyha lesz. Hát nem tudom, megkapom, hogy a főnökkel nem kapok bármilyen vállalkozásba kezdünk vele. Figyeljük oda. Így is csipogtak, hogy akarják ezt a prémium kódát, hát tessék. Az egybezsugoros, akkor az oda megy ki. Hát ebben már van is ár. Hogy van rajta ár? Hát ilyen... De. Jó nekem. Nem mondhatják a vásárlók, hogy nincs áru.
Okay. Mindenki örül, mindenki tetszik. Mi fogyott el fölülről? Hűteni kellett, és hiány. Jók volt. Na, már mindjárt meg vagyunk a nappal. Csak mondom, hogy szintet léptünk. Így föl tudnánk venni egy alkalmazottat, de szerintem nincsen rá elég money. Kérdés, hogy mennyi pénz kell egy alkalom. Lehet, hogy meg behozná, de szerintem még nem kell alkalmazott, még így itt hát vagyok. Hát hidd el, ezt csak multiba fogjuk tolni. Amint most arra gondolok, főnök, hogy... Ó! Attracts more customers per day, még több vásárló tud jönni per nap. Hogy, hogyan? Perk. A perkeket nézem, és abban vannak ilyenek. Bár ami a, nem csak az áru. Egyébként az employer helyett, hogyha a kenekhez megyünk tovább, ugyebár mint a baba, a cicakaja, meg kaja, meg egyéb konzervek, utána van egy olyan, hogy attracts more customers per day, de lesz majd olyan is, hogy plusz 10% checkout a employees generál, az a alkalmazott, több money-t hoz, van olyan, hogy az alkalmazott gyorsabb 10%-kal, még több alkalmazottat lehet, akkor amúgy a takarításra is adni kell, higiéniára már. Jó, megint csak még több consumer per day, még egy alkalmazott, még gyorsabb az alkalmazott, még egy alkalmazott, még egy alkalmazott. Resizing box award 4 times each month. As much. Oké. Okay. Tehát van mit upgrade-elnünk, szóval... Nem kicsit. De már lassan... Főnök miért költi a pénzt, miközben dolgozom? Nem költöttem el. Azért abban azt láttam, hogy már 600 dollárnál járunk. Rosszul lát. Persze. Hol? Három egész. Jó, szóval. Kérdez. Te jobb puszta, nem csak. Oké. Okay. Hólát nagyon vittik. Töltse fel a polcot. Nincs máru. Lenni kéne. De úgy szerintem egész jól egy nap, egész jól behozzuk a dolgokat. Főleg, hogy most jöttek be olyan prémium áruk, amit nagyon visznek. És egy-egy dodók vannak rajta. Azért mondom, főnök. Aha, és itt látjuk is, hogy miből mennyi van kint a dáru. Kettőszer sónk van. Irakva és 41 van raktára. Itt jogokat nagyon viszik. Sót már nem kell venni, főnök. Hát sót nem. A karmesztes kóla is fogy. Oké. Okay. Még így véghajrába gyorsan joghurt, azt hittik veszik.
óda, vagyis kiskóla. Másik kóla. El is fogyta magát. Mit? Főnök. Hát, hogy... Főnök jött. Hittem, hogy már 1000-nél fogok járni, és én csak 400-ben járok. Hát meg kellett árok benne. És akkor még számlát nem is fizettünk mi. Na jó. Én nem mondom vagyok téged. Fejjebb neveltünk. Három. Jó. Így is veszik, viszik, hát. 3.90 veszeli egy. Dollár. El is fogyott a joghurt, ha megjön. Hol vagy? Vagy? Dörgyök, kurta kefi. Brutálisan a jogit. Följebb lőttem az árát, de lehet, hogy... De úgy 378. De még így is elvesz. 398. Hát, ő a egészsége, ahogy mondanák. Ilyen is kitöltése ezt a nap végén jársz, amúgy utó vásárló. Menjétek már haza! Egész. Hogy mennyit volt az összbevétel már. Ki fogja írni? Tudom, neked nem érje? Hát most 660 dollárunk van, de nem ennyi volt az összbevétel. Ez mi? Jobbegér gomba vissza tudja venni a... Nem tudom. Pokabóla. Önök holnap csütörtök van, remélem tudja. Hm? Tehát mielőtt kinyitunk föl, árazni kell a dolgokat. Hát meg kell néznünk, hogy hogy áll. Hát az infláció tudja főn. Hű, de ennyi minden fért ilyenekből. Az a jó. Az a biztos, hogy a joghurtból például nem sok. Hát de viszik, mint a cukrot. Igen, azért mondom, hogy azon változtatni kéne. Hát már följebb vittem a dárát. Több mint egy dollárra haszol rajta, és meg így is veszik, mitik. Ja, de szerintem azért, mert prémium. És ez főnök, figyel rám. Valahogyan tudsz kattingatni a menükbe, csak szólok. Vannak különböző termékosztályok. Na várjunk.
Ebben három kategória is nyitva van. Mit keres itt ez a csáó? Látkozik. Verd meg. Jaj. Nem hiszem, hogy okos ötlet. Mi? Megverni. Dehogy. Azt mondja, hit me harder, baby. Látod, látod, meg szereti. Kifogtál egy így. Vagy éppen egy beteg állatod, de... Mi van tört? Koppon olyan? Már nincs. Jó. Szerintem simán 1000 fölött teljesítetted a napot. Piros szódát nem vett. Hozzá, egyébként jó? Látni, hogy miből mennyi van. Zárad. Harmadik. 893. Ja, azért mondom, 417 a déli balansz. Most egész jó volt, ha ma nem töltenünk, na várj, itt van valami low price pistike. Megjelent van hot dog árus. De nem már hot dogot. Hát ez eddig nem volt itt. Na nézzük akkor, hogy élünk. Ez maradt ugyanannyi, ez is. Nem változtak az árak, kérem szépen. Lehet, hogy majd holnaptól. Szépen az árakon. Fölfele. Főnök. Finom. És az itt van. Cukorból tegyek-e még ki? Cukorból van még kint. Jó. Ez itt ki? Szerintem a főnök vett egy izőt, nem? Nem vettem cashiert. Rányomtál a perpontra? Rá hát? Nem, én csak a cashierre nyomtam rá, és már ide jött ez a csávó. Mely ide megvetted a perpontot előtte? Ja. A cashiert meg oda. Jó, nice. Ó. Kevesebb haszon, feleslegesen, mindegy. Nem biztos. Ilyen. Jöjjön. Jó, betesszük arra, hogy nulla. Akkor el. Amit úgy értem, ha nem tesszük be izé pozícióra. Akkor az azt jelenti, hogy nem dolgozik, vagy... Akkor nem dolgozik, mint kérfite. Vettem árut. Bement. Oké. Okay. Megnéztetjük, hogy mennyit kér el egyáltalán. Hát, hajrá. Nézzük meg a mai napot.
aztán... Ez a zene, ami most szól, nem tudom neked mit szól, egy nekem egy kis dallamot valami. Ebbe nagyon hasonlít egy régi DCCD-s indító zenére. Az első dallamai, mert amúgy nem. De utána már inkább ilyen más dallamokba vált át. Így is kevés a term. Megnyissuk a napot. Igen. Megnyit. Tényleg is fullon van. Milyen? Egy sót nem kell vennünk, a bobarom is ott van kint, 200 darab. Persze. Míg a lenti az, meg mi akarod a pázni venni? A liszt? Kapatja a bástya? Remélem jól. Sokkal gyorsabb. Hát nem baj, hogy magát a játék élményét veszi el. Dehogy is. Vagy nem mi. Jó? De az a szomorú fej, amit vág. Mi néz ki, mint a főnök. És rávágsz kettőt. Meg így is dolgozik, vágod? Pick the broom up your arse. A vásárlót is megcsaptad amúgy. Hát mert én még nem csaptam meg. Túl drága a show ad annyi. De a show az így marad, ennyiért marad. Kész. Szerintem így így. Főnök, nézd nem föl. Főnök. 96-ra fölviszem. Főnök, veszik a showt. Jó, most leraktam 96 centre, így is duplájára kibe került. Nézd el, látom. Ja. Több értelme lett volna, akkor elmenünk a több vásárlóhoz, ha már van kasszásunk. Hát majd... Igen. Meg fogjuk csinálni, főnök. Na mindegy. És hol a több vásárlós tudsz? Az ott, telefonikon balra. Itt meg az, hogy többet, több pénzt generál a pénzeladással a employers mellette lévő. Azt kéne adod egy drakkán. Nincs franchise pontunk. Próbáltad már a dekorációs gépet? Nem még. Ja, viszont valami díszítéseket lehetne venni. Ne próbáld akkor majd ki. Ott van melletted a tab földön. És görgővel válogatsz, van egy informationes gomb. Van a drága tévé. Ilyenek. Ezt a double fridge-et megvenném. De ez még jó, hogy nem az én boltom. Fölösleges még. Tudom.
ott a dekorációs tud, nem használod? Dekoráció, jó, ez igen. Görgővel válogatod a termékeket, nincs sok négy darab jelenleg. Viszont lehet venni DLC-t a játékod, ott több lehet ilyenkor még upgrade-elni ebbe. Ja, lámpa az nem hangzik rosszul. Elraktam egyet-kettőt. Van fent három. Meg ide is raktam be egyet-egyet. Aha. Növény, az is van. Nem sok mindent lehet csinálni ebből. Hát még nem. Lehet, hogy az fejlődik a jövőbe. Tehát ha megnézed, hogy milyen baromi nagyra lehet a épületet kibővíteni. Hát, ott. 11. De elit egy kocka. És innentől számítva van 11 épségük. Nézzük meg, mennyire lehet elmenni a városba. Idáig lehet eljönni. Itt meg itt a Black Rooms. Itt meg átlátok a mapon. Ugye arra nincs sem. Na, eldütt a szél. Remélem az NPC ki tud sétálni. Nem. Na, ilyen kellendő lett a fasz. Jó, hogy ott van lent belőle, oké. Csak azt néztem, hogy egy óra alatt ő többet hoz be, mint amit én behoztam bevételben. Az mindegy, mert a vásárlók, akik jönnek, azok itt bent ragadnak. Ha vettek valamit, akkor itt állnak a sorba órákon keresztül, zárás után is. Ez őket nem zavarja. Viszont jól. Jó, a sovár kezdett fogyni. Hát de nem olyan pázni innen kifogy, akkor mit rakjunk a helyébe? Mi az, ami hiány? Baszta penne egyébként. Jó. Nem tudom, mindenünk van. Hogy mit se legyen. Na, kíváncsi leszek erre a napra. Nem van még. Jó van, akkor jól láttam, hogy nem láttam. Mit? Hát ott van. Most már lett, igen? Jó. Azért mondom, jól láttam, hogy nem láttam. Oké. Okay. Hát veszik, viszik ezt a tisztek. A tészta elfogyott onnan. Jó. Az nem baj. Az nem baj, mert van egy roherli. Viszont joghurtot megint lehet költeni, mert megint ki fog fogyni. Oké. Okay. Nem baj, majd veszünk oda terméket, és akkor lesz. Ezeket a konzerveket már lehetnek szerintem. Melyiket? Hát majd a fejlesztéssel. Ja, szerintem. Azt. A macska kaja. Most azon megyek, hogy
holnap én kasszázok ugye majd, és akkor nem osztjuk be fel, hogy akkor is levonja a bérét, vagy nem. Persze, hogy levonja, mert olyankor van alkalma. Amúgy nem vonja le, mert nincs alkalmazva. Szóval nincs kijelölve, akkor nincs fizetni érte. Most csak a lehetőséget nyitottuk ki első körben a pertnél, hogy hány alkalmazottat kérhetünk be. A játék előnye egyébként, hogy 16-an lehet játszani. Hallottam. Hogy 16 embernél már nem kell employer, de amúgy rakható. Nyilván 16 embernél, de azt is mondták, hogy 16 embernél nehezebb is lesz a játék. Minion bot party. Assassin's Cornelio. Mondjuk nem tudom, hogy miben lesz nehezebb a játék, de nehezebb lesz. Jó pofák ezek a reklámok. Euró-dollár árfolyam kiírások. Pont dollár. Szerintem az ilyen jó pofa. Rizs? Ket van nővérke dizájnja egyeseknek. Hoztam rajta egyet. Egyből el is kapkodták, bassza meg. Micsodát? A lila jogot. Lementem, hogy egy dollár alatt legyen a többségünk, azt már egyből elvették azt a kettőt, amit volt. Addig csak gondolkoztak rajta, látták, hogy alig egy dollárral olcsóbb. Amúgy recsvitték. Mindjárt vége a napnak amúgy. Ja. Ebben megvan a szintlépő. Annát kinyitottam. Reservers. Jó, drágák. Cicakaja, cicakaja, cicakaja. $1000 fölött. Deabi, Tunabi. Kings. Mindenből berendeltem egyet, az eredmény az, hogy elment a pénzünkbe. Egyelőre csak ide dobjuk félre. Lepakoljuk ki. Jó, árazni kell majd őket. Olyankor, amikor már $100 kerül egy karton, akkor szerintem már nagyobb hasznot tudjuk átolni. Én hiszek önnek, főnök. A 6 termékre több mint $770 fizettük. Una, hogy? Hogy keresik az árukat. Igen, éri a fejükre, hogy éppen valamit tud meg. Hát igen. De vannak olyan áruk, amit csak úgy vesznek, hogy nem is látod. El is például akarja a pízbiget, ahogy most olyat keresnek már, amit kinyitottunk perk. Azért mondom. De nem baj, lerak ki nekik, mert nem, nincs beáradva. Mindjárt vége a napnak, már a mindegy. Nálam azt jelezte, hogy pízbig van a kedvedbe. Hol? Nem baj, főnök. Kell még tej, meg izé, meg méz. Meg a vaníliás pudingot is ki kéne tenni. Jaj, viszont a puding joghurtoknak szerintem jöhet egy nagyobb hűtő. Ez magánvélemény. Majd ha lett rá pénzünk. Vagy eladni nem lehet a... Nem lehet. Jó. De el lehet adni a dolgokat. Csak fél áron adja el. Azt tudom.
csak az az érzésem, hogy ezt itt megszüntethetnénk. De ez később ízű. És ide betenni egy nagyot. Hát a kasszát is el akarom majd forgatni, hogy így keretbe menjen. Ha erre fele tudnak kimenni. Tészta, tej. Azokból még úgy van. De egyébként idejössz a géphez, és rányomsz egy nézést, akkor látod, hogy mennyi van kirakva. Igen, igen. És mennyi van a kassza a... ...tébe. Polcokon. Aha. Tessék itt a csókolomod. Cukormentes kólát vett. Hát ő nem. Neki a vörös nálam. De nincs se tovább esőségként. Ezt úgy hívják magyarul, hogy inkább nem mondom, mert gyerekek is nézik. Na vége. Jó, tab. Face mod. Elakad. Ott. Hey. És akkor így a kassa ebbe az irányba tereli az embereket. Tóm a legjobb dolgot. Doboz gizsbőr. Hol? Egy ilyen polcra. 20 olyan kifér. Tessék így jobban az elrendelés? Jobban tetszik? Nekem sokkal. Ja. Akkor. Ebből baromi sok kifér, ezt már most látom. Ez kutyakaja? Nem. Jobb. Akarunk rendszerezni, vagy még nem tartunk ott? Hát majd kéne. Viszont... Kéne még egy polc is, mi? Hova? Hát főnök. Jó, csalunk, várjál. Mivel? Nos. Okos, okos. Tesz. Ha akarnánk, se tudunk venni még egyet, mert nincs se pénzünk. A macska az alsó. Felső a kutya. Jó. Árakat. Hallod, alapból olyat rak rá, hogy 9.49 az 5.49-re. De amúgy itt az árazás szerintem... Hallod, de akkor... Baromira tudjuk
fölvinni a többinek az árát. Portára. Akkor a 3.95-re simán mehetünk. A 8, 10, 7, 9 duplára. Akkor mindent felvihetünk. De 2, 9, 9 az instant. 5, 80. 8. Másfél simán. 3, 2, 9 erre. Ez is. Oda. Na, lehet, hogy ezért vagyunk ilyen csórók, de baromi olcsó. Most mindent leduplál. A tej kapásból duplára rakva. Hát az nem baj szerintem. Víz is 1.74-re fölment. A só az jó az. Az jó volt duplán. Nem felhat azt. Cukrot. El is 5-2. 18. 3-6-6. Öt. 2-35 az 4-70. Három, öt, kilenc. Hat, kilenc. Ez tím, öt, négy, öt. Négy, négy. Oké. Három, bent. Három, nyolc. Dupla mínusz egy cent. Így. Kilenc. Hat. Kíváncsi vagyok, hogy beválik-e. Itt is egy dollár hiány gyárilag duplázta az árat. 5.49-re 9.40. Ez is 7.6-ra 10.80. Captain Quint Tunabig 3.95-re 7. Jó, nap vége. Jó. Beraktad a dumpolyak nullára? Aha, aha. Oké. Okay. Csak kíváncsi vagyok, hogy 60 dollárt vitt el. Az nem is sok. Szerintem. Nem? Sok. Mindegy, most nézzük meg, hogyha nem dolgoztatjuk, akkor levon-e. Szerintem nem. Nem volna, mert nyugodtan indít a napot. 100 dollárunk van igazából. Mm. Elfogyunk. Én meg addig kasszázok, érted? Ennyi, kaptál egy szép kasszasort, átlátod az árut, látod az embereket. Meg majd itt rúmmal állok és csapkodom meg. Én leszek a biztonságért. Érted, és egy darab ember nem. Jönnek azok. Éblasz.
Itt jönnek. Aha. Elmennek mellett. Aha. Hát ezzel nem törődök. Jó, az bemehetnek ott mennyire hibridek. Itt ne ott akarjanak menni. Ja, mert így látom is, hogy mind panaszkodnak, ha panaszkodnak. És vásárolnak, vágod? $40 egyből, bassz. Ja, szép, ez jó, ez igaza volt a főnöknek most az egyszer. Most kiderül, hogy mi lesz, nem az üdítőt, amit vittek annyira, azt nem volt fölhúzva. És csak ott mennek ki. Jó, hát akkor majd hátra kell rakni a passzát. Veled együtt át tudom rakni? Hát, hát. De? Tényleg? Hm? Nem tudod. De? Ja, viszont tényleg. Ha a vásárlók vannak útba, de amúgy el tudom onnan rakni. Amúgy $25 környékén vannak az izék. Simán dupláztuk a árakat, majdnem. Veszik, viszik. És az is igaz, hogy megvárják. A sok birka. Na, esze neked gazdasági alap. Hogy jó legyen. Ja, ez jó. Viszont akkor árukat is elkezdhetünk szépen lassan rendelni. 60 mindnek elfogyni. Közben szintet léptük. Nem tudom, lehet. Biztos. Itt az alkalmazott egyébként, itt áll benn. Tudom, azért kérdezem, hogy így is úgy is kifizeti? Fasz, de most a még több vevőre rányomtam, úgyhogy most kösz fel a gatyád. Ezt nem hiszem, hogy már ma aktiválódna. De. Azonnal. Úgy, mint az ároknál, egyből elkezdik kérni. Jó, hát a bástya itt van. Nem talál olyat, hogy vanília rögtön. Mert miért nem? Ezt elfogyott, jó? Gyert, hapsz. Van töltve parancs. Hát találhatunk, hogy jó.
Jogurtot még veszek, mert ez nagyon ütik. De egy $50. A pizza szóval megy. Oké, ide. Mondom, hogy átlag $20, így ideadnak. Jó, vettem jogit. Részmunkaidős a kávé. Na. Jó profit ereje. Mindegy, főnök. Na, 65 csak most. Azért mondom. Most meg csak 6-ot. Van ilyen, mikor valakinek csak egy terméke. Az se baj. Viszont... Jó, hogy van ez, ahogy hívják. Kasszás, úgy alapból. $60 nem is sok. 60-ért nem. És remélem a mai napját nem kell kifizetni, azért mi dolgozik. Mondom, hogy ezt akarom megnézni. Jézusom, mennyien vagytok. Oh. Mondtam én, hogy nőne. De ha van kasszásunk, 60 dodoért és pörög, akkor egy még nagyobb haszon, mert még inkább megy. A kártyásokkal könnyű szenvedni. Na, valaki már elment. Hogy nincs kassza. Gyere csak ide. Nope. Nem már mész el itt fizetés neki, hülye nope. Vagy? Köpöd ki, ami nálad van. Ó, elszedtem tőle a termékeket, el akart menni fizetés nélkül. Ja, írta, hogy vigyázzik kell most már a tolvajokkal is. És ő a fiából. Ja, vigyázok én. De hova mi? Há? Fizettél? Hogyok tőle árult, hogy valószínűleg. Elfizett? Mindenkit lecsapok. De mondjuk főnök tudja, hogy kiderül, hogy ezért így is ki van fizetve az alkalmazott, akkor nagyon ideges leszek. Hát... Most erre majdnem mondtam egy kácsét, de inkább nem kácsét. Hit me harder, baby, azt. Nem legyen. És még inkább akarja. Folyamatosan ezt mondja. Ó, azt mondja, hogy csúnyát fog csinálni a seprűvel rám. Jó, elmény. Jogi.
Nem csodálkozok önök, hogy ahogy lett kutyakanyák, mindenki elkezdte venni. Hát, kutyákat etetni kell. Hát tudom. Jelentem, hogy nincsen már a kasszán belül. Én? Nem ön, hanem a termék fogy. Hogy napot éppen, hogy kibírjuk vele. Tehát, hogy fogyóba lesz. Úgy jövőnök, amíg nem volt kutyakajánk, még nem etették a kutyákat. De csak máshol vették. Hát, vagy nem etették. Állatkínzók. Hát akkor megmentettük a földet. Az állatokat főnök. Igaz, ja, úgy látom, hogyha valaki nem fizet, annak a fejénél ki van írva. Nem találtok szódát, mert miért nincs szóda? Ja, hát ad olyan fajtát, ne keresd, ami nincs. Direkt nem veszek árut. Ugye vége a napnak. Nem is szabad. Vigyék hát, azt, ami van. A cukormentes kólára nagyon odaugrálnak. Várják. Mi az, hogy nincs fruktjoghurtad? Van. Vegyed, vigyed, ott van. Ha összeset vegyétek meg. Ó, is lassan elfogy. Mármint a raktáron lévő. Ne keresd cukormentes kólát meg. Azért vágott, hogy 100 dollárral kezdtünk, vettem árut. 200 pár dollárért azt még 1003-on vagyok. Hát igen, főnök. Igaz, vágom. És minél több árunk van, annál többet tudunk eladni, mert hát te hova sétálsz? Csinálom. És jó a szinkronom ugye a játékban. Mármint a szerver szinkron. Meglepően stabil. Azt kell mondani. 2 óra 16 perc megy a felvétel. Az egy 5 percet max kivágok. Túl drága a só. Hülyeséget beszélsz. Erősebben ütlek, azt kéred. Azt ennyi. Érzétek el a kasszás gyereknek. Új még. Élő ember, nem pedig AI. Meg sok sőt jó. Hallod, mindjárt derötni. Hát igen, főnök. Ez is nekem köszönhető. Meg az árazásom. De így este felé már nem vesznek annyit. Hát már este van. Bezártunk papíron. Nem bármelyik feladja a harcot menet közben, és le kell csapnom, vagy még nem. Ja, kiderül. Hányan vagytok még, komolyan mondom. 4-en. Hárman. Köszönöm, főnök. Ha mindig, ennek majdnem 40 dollárt fizettem 10 helyet. Nem engedi, az a baj. Tudom, azért mondom. Bár azt nem tudom, hogy fogja elérni az employer, hogy 10%-kal többet fizessenek, hogyha ő dolgozik. Utolsó vevő mára. Sajnos
ezt vissza kell adnom neki még így is. Hát, négy. Hú. Jó. Közben leürültek a polcok, mi? Na, úgy nézzük, ja. Passzát pakolva. Körist azt föltöltette volna. Csak körülne. Nem mennek át. És 1595. 1700 forintos profit a mai nap, csak szólok. Dolláros. Nem baj, főnök, elnézem ennek. Hát meg nem fér ki. A pont kettő híja, ja. Hát akkor igazából most újra töltés főnök, mi? Ja, hát most szerintem zárjuk le a napot, és az mára ennyi. Egy végre. Nézzük, ennyi lesz. Employer kap-e a font, vagy nem? Jó, zárjuk le. Kapott. Kapott. Úgyhogy nem csinál semmit. Na mindegy. Oh. Akkor ezáltal a többit nem szabad kikérni. Hogy eddig nyitve. El is mehet kasszázni. És akkor ennyi már a nándikám. Nem okay. Fogjuk majd folytatni. Igen is. Miért vetted ki onnan? Ha majd el akarja pakolni a kasztát, nem főnök? Már van. Hülye. Már rég, jó, hogy figyel. Nincs átpakolva, az ugyanott van, nem? Nem. Megnézed alaposan. Itt van a falnál. Igaz. Közelebbről is megnézheti a főnök, mit csinált. Igen. Biztos? Egyszerre! Multi kill! Így is? Most komolyan nem szóltál, hogy úgy kapsz én, hogy nem csinálsz semmit. Te! $60. Tudod, hogy én azért mennyit dolgoztam? Mindenki kap! Kiszolgáltam érte. Mi az, hogy itt mi hátra? Kiszolgáltam érte, vagy nem tudom. Egy embert. Legalább. Egy. Főnök is, maga is, hogy töltötte fel a polcokat? Ezt nem lehet erre bízni. Há, jó van, álljál le. Nézd, hogy jó van, álljál le. Nézd, hogy jó van, álljál le. Ideges vagyok. Ne legyél ideges. Legyél hangyert boxkesztyűbe. Na, jó van, Nandikám. Köszöntöm a napot. Én nem tudom ütni. Én is köszöntem önök nagyon. Na és hogyha a DLC-t megvennénk a játékokat, akkor több mint 70 sapkát, 35 táncolót és egyéb poditúrát, webböngészőben létező dolgokat, amit a főnök nem láthat. 7 új karaktert, új dekorációs dolgokat, videókat a tévékre, új tabletet, festést, ilyeneket lehet venni, ez tartalmazza a DLC. Úgy főnök, hogy itt mi a trükk. Főnök. Igen? Hát az, hogy ez a játékos szerintem egy csomó DLC fog kijönni, és nekünk azokért kell majd fizetni. Hát ez még én alapjátékban is poén. Tudom. Persze, igaza van főnök. Szerintem. Köszönöm. Köszönöm, főnök. Na,
Köszöntöm a játékot, Nandikám. Közben felborítom a mikrofont. Hogy köszönöm, hogy végignéztétek, kinézők, és találkozunk legközelebb. Addig is. Sziasztok! Sziasztok!